A Szubotica-Transz utasforgalmi közvállalata csőd szélén van. Erre utal maga tény, hogy a vállalat igazgatója Szabadka polgármesterének közbenjárását kérte a Szubotica-Transz közérdekben történő bérbeadási eljárásában. Ezt a kezdeményezést azonban egyenlőre elvetették. Az sem igaz, hogy a közvállalatot magánosítanák, ezzel a mondattal cáfolt a Szabadka polgármestere Magla Jenő korábbi polgármester pénteki állítását, miszerint a vállalat felhalmozott veszteségei miatt nem kerülheti el sem a magánosítást, sem a bérbeadást. Most arról szól a fáma, hogy hát akkor csak egy hatástalmányt végeznének el, és a hatástalmánynak az eredménye alapján döntenek majd a kérdéssel kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam mindenkinek, aki megnézte Szabadka költségvetését, hogy ennek a hatástalománynak elkészítésére már a költségvetésben, tehát már decemberben határozat született, amikor még a magánosításról szó se volt. Tudják, hogy mennyi van előlátva ennek a hatástalománynak az elkészítésére? 10 millió dinár. Tehát a polgárok 100 ezer eurót fognak fizetni azért, hogy valaki megalapítsa, hogy esetleg privatizálni kell, vagy nem kell privatizálni a Szubotica-Transz utasforgalmi vállalatot. A tanulmány elkészítését Bakics polgármester nem tagadta, sőt szerinte nem 10, hanem 14 millió dinárba fog kerülni. A város és a Szubotica-Transz tavaly novemberben rendelte meg azt a belgrádi közlekedési egyetemtől. Ujjónu, Bože zdravlje, ću da dobijem studiju. De će biti, znači, napismeno. Júniusban meg lesz a hatástanulmány, írásban lesz minden foglalva, és annak részleteit önök előtt sajtótájékoztató mutatom be. Utána a koalíciós partnereimmel és mindenkivel, akivel szükséges, asztalhoz ülünk, és ismertetem álláspontomat. Tudok ugyan már olyan adatokról, amit jeleztek számomra, de én komoly ember vagyok, és nem rohanok ki azokkal a nyilvánosság elé. Egy biztos, önök is meggyőződhetnek majd, hogy milyen lesújtóak az említett vállalatra vonatkozó adatok. Kako su poražavajuće cifre za naše preduzeće? A Szubotica-Transz utasforgalmi közvállalat utasainak száma az elmúlt három évben 6 millióról 5 millió alá esett. Közben veszteségei meghaladták a 200 millió dinárt.